Kétségtelen, hogy a káros szenvedélyeink nincsenek jó hatással a szervezetünkre, mégis nagyon nehezen mondunk le róluk. Vannak, akiknek sikerül a leszokás, és vannak olyanok is, akik beleunnak az állandó önsanyargatásba, és inkább büszkén vállalják függőségüket. Vendégeink a témában Nagy Adri énekes, Csizmadia Dóra dalma pszichológus, és meghaver zenész. Jó reggelt kívánok, MC, jó reggelt kívánok, sziasztok, örülünk, hogy itt vagytok. Hát szóval nehéz erről beszélni, de milyen függőségeitek vannak? Ott van a kezedben, haver, egy bizonyos, nem tudom mi az. Hát én fél éve váltottam ki a dohányzást 36 év után vele az e-cigarettával, bár igazából nem tudom miért ennek hívják, hiszen ez egy elektromos inhalátor tulajdonképpen, ami növényi olajokat párologtat, illetve aromákat, és hát természetesen lehet benne nikotint is tenni, ami teljes mértékben csak annak nincs értelme. Már olyan értelme, hogyha 35 év... De pont annak van számomra, mert a nikotin függőség az, ami tulajdonképpen okozza a cigarettázást. De akkor nikotinfüggő vagy? Igen, aki dohányos, az nikotinfüggő. Csak a nikotint lehet több formában bevinni, ugye alternatív módokon is, és hát tulajdonképpen ez az, ami eddig ki nem mutatott egészségtelen dolog. Tehát nincs olyan benne, ami egészségtelen lenne. Adri, neked függőséged? Én... A dohányzás körül mozog a függőségem, de nem vagyok nagy dohányos, tehát mondhatni, hogy abszolút, ha nincs nálam mondjuk cigaretta, akkor én kibírom 2-3 napig is. Ha van nálam, akkor rágyújtok. Tehát inkább ez a kocadohányos vagyok, igyekszem egyébként nagyon-nagyon csökkenteni szinten tartani, tehát mondjuk egy doboz cigi nekem egy hétig, másfél hétig elég, hogyha odafigyelek rá. Le akartad tenni valaha teljesen? Vagy ez ilyen jó eleső érzéssel tölt el, hogyha néha rágyújtasz? Jó eleső érzés. Nyilván, hogyha mondjuk egy nehezebb nap után vagyok, akkor jól esik rágyújtani, vagy ha megiszom egy pohár bort, akkor szintén jól esik rágyújtani. És nyilván attól is függ, hogy milyen közegben vagyok. Tehát ha mondjuk olyan barátokkal vagyok, akik dohányoznak, akkor szintén rágyújtok, ha pedig olyanokkal vagyok, akik nem cigiznek, akkor nem gyújtok rá. Tehát egy kicsit így hullámzom. Zahár Gábor szokta nekünk mindig mondani, hogy mindenkinek van valami függősége. Tehát olyan nincs olyan ember, aki valamitől ne függne az életében, vagy valamihez ne ragaszkodna. Ezzel egyetért? A maximálisan egyetértek, a kérdés az mindig a határ. Azt gondolom, hogy ez egy önismereti út, mindenkinek magánál megvizsgálni, hogy olyan fokozatú ez a dolog, ami a vágyat jelent bizonyos stád irányába, ami még abszolút elfogadható az ő életében, vagy pedig esetleg túlzásba esik, az mondjuk azt jelenteni, hogy az életvitelét zavarja, beszűkülnek más élethelyzetei, társas kapcsolatokat befolyásol. Tehát ilyesmire gondolok, de az nagyon fontos szerintem. Ez még alapvetően az alkohol meg a drog, nem? Mindenféle függőségre igaz lehet, tehát az internet, a szerencsejáték, sőt akár kapcsolatfüggőség is létezik, de szerintem nagyon fontos az, hogy a függőségek mögött szükségleteink vannak, amik teljesen természetes és normálisak, és egyáltalán fontos az, hogy ezt valamilyen módon megpróbáljuk akkor kielégíteni. És az ön értelmezésében Adri függő, vagy nem? Ahogy ő elmondta. Nem gondolom függőnek Adrit, mert ő azt mondja, hogy eltelik akár több nap is dohányzás nélkül. A függőségnek a lényege a folyamatos sóvárgás, az, hogy már szinte nem is jutalmat jelent számunkra az, hogyha űzhetjük azt a bizonyos dolgot, hanem az az alapvető. Azt határozza meg az életünket és irányítja, tehát az alapján tesszük függővé az összes programunkat, emberi Igen. kapcsolatunkat és mindent, ez a függőség, ugye? Pontosan, én szenvedélybetegséggel kötném össze, tehát... Amit lehet rossznak, jónak mondani, mindenképpen rossz, ha káros dolgokra szokunk rá, és mindenképpen jó a szakmámban például, amit szintén szenvedéllyel tudok csinálni. De egy nagyon érdekes dolog, hogy az én társam technomiki, ő például pánikbeteg, én pedig szenvedélybeteg. Ugye a pánikbetegek pánikszerűen rettegnek az új dolgoktól, én meg szenvedélybetegként mindig vetem magam bele az új dolgokba, úgyhogy szerintem ettől egészítjük ki egymást. Hát mondjuk igen, elég nehéz lehet új fellépésekre járni, hogy az egyik nem mer fellépni, a másik meg csak fellépni akar. És így gyakorlatilag volt, igen. Igen. Találkoztatok olyan esettel a környezetetekben, amikor valakit szó szerint meg kellett menteni saját magától, mert olyan állapotban volt valami a függőségét tekintve? Nekem közvetlen környezetemben nincs ilyen szerencsére, de mondjuk például ott van a kedvenc énekesnőm Amy Winehouse, aki mondjuk egy eléggé komoly alkohol és drogfüggőséggel küzdött, és én mondjuk soha nem tudom megérteni, hogy nincs olyan családtag vagy barát, aki megfogja a kezét, és azt mondja, hogy figyelj, most nem, abba hagyod, és elviszlek bárhova. Nincs ilyen egyébként. A gyerekeim is folyamatosan könyörögtek, amikor az alkoholfüggőségem volt.
nem vesszük komolyan ezt a dolgot, az alkohol jót. Pedig mindig azt mondják, hogy ugye a környezetnek meg a családnak a szerepe az elképesztően fontos, és anélkül nem is lehet. Ez így van, viszont ugye szabad akarat miatt csak a függő dönthet úgy, hogy változtat. Tehát bármennyire is látja a családja szenvedését, a vágy annyira erős a sóvárgás, hogy képtelen leküzdeni. Ezért például az ígérgetések és a fogadkozások sajnos nem nagyon szoktak teljesülni. Tehát itt persze a családnak fontos a felelőssége abban, hogy észrevegye, felhívja a figyelmet, de valójában ez a függőnek a problémája, és neki kell úgy dönteni, hogy változtat. Tökéletes végszó, nagyon szépen köszönjük, hogy bejöttetek. Köszönjük.